Ma a Ferencvárosi Közterület felügyelet egy másik, igen fontos feladatát mutatjuk be. A Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakatlan ingatlanok, objektumok sértetlenségének ellenőrzése is a közterület felügyelők munkája. Ferenc tér 9-es objektumban vagyunk. A jelenlegi szolgáltatási tőr a Rajk Tivadar, reggel 8-tól este 8-ig teljesítő szolgálatot. A szolgálatvezetőnk az Újvári Péter, és az állandó lakásellenőrzőnk pedig a Rusznák Rafael. Ebben az órában a kolléga most fogja majd a lakásokat ellenőrizni, körbejárja az objektumot, és ez a szükséges napi feladatát el fogja végezni. És akkor mehetünk is a lakásellenőrzésekhez. A Ferencvárosi Közterület felügyelet végzi ennek az objektumnak az őrzését a nap 24 órájában. Ez két 12 órás szolgálatra van bontva. Reggel 8-tól este 8-ig és este 8-tól reggel 8-ig végzik a szolgálatot az őrök. Egy 20 fős csoport az, aki dolgozik így objektumőrként. Mi azért vagyunk felelősek azokért a lakásokért, amelyek teljesen üresek, tehát beköltözésre várnak. Jelen pillanatban a Balázs Béla utca 14-es számú őrzött objektumban tartózkodunk. Itt már elkezdődtek a beköltözések. Jelen pillanatban 12 lakó költözött be. Mindaddig itt marad az őrzés, amíg a beköltözés eléri az 50%-ot, akkor már fölöslegessé válik az őrzés. Vigyázzunk az eddigi beköltözők nyugalmára első körben, és ellenőrizzük a még be nem költözött lakásokat. Természetesen ugyanaz a feladat, mint az előző épületnél volt. Az üresen álló lakásokban ellenőrizzük a tisztaságot, nincs-e véletlen vészfolyás, esetleg fény derülhet különböző építési hibákra, amit később még tudnak helyreállítani. A lakók kimondottan örülnek ennek, hiszen biztonságban érzik magukat. A Balázs Béla 32B számú épületébe érkeztünk. Annyi különbséggel az előző objektumokhoz képest, hogy ez még felújításra vár. Itt is megtekintjük az őrzés védelmet. Szép volt. Szervusz. Ez az épület, ahonnan átköltöztetik az embereket a Balázs Béla 14-be. Jelen pillanatban innen folyik a kiköltözés, és a Balázs Béla 14-be költöznek be. Eléggé kürült már az épület, olyan 4 család tartózkodik jelen pillanatban az objektumba, és pontosan emiatt, hiszen majdnem kiürült az épület, a biztonsági őr ellenőrzi folyamatosan a lakásokat. Ők figyelnek arra is, hogy az úgynevezett illegális lakásfoglalók ne költözzenek be ezekbe a lezárt lakásokba. Azokon a helyeken, ahol visszaellenőrzés szerűen járőrözünk, abban a 250 lakásban ott előfordulnak önkényes lakásfoglalók. Tulajdonképpen azok az emberek azok, akiknek nincs joguk ahhoz, hogy azokban a lakásokban éljenek, lakjanak. Ezek a lakások többnyire le vannak falazva. Jó párszor előfordult az, hogy kibontották azt a falat, beköltöztek és tulajdonképpen saját maguknak lakhatóvá tették. A lakás ellenőrzéseket a lakásosztályról megkapott előzetes lista alapján végezzük. Az összes olyan ingatlan, ami problémás lehet rajta van, tartalmazza a lista, és szépen sorra végig kell járni, nincs önkényes lakásfoglaló, illetve az előző napi listához, hiszen ez napi szinten frissül ez a lista, az előző napi listához történt bármilyen változás az ingatlanon, a behatoltak-e, feltörték-e, esetleg a befalazott ingatlan kibontották-e, elő szokott fordulni az ilyen. Nem tudom, szerint 20. Így van, ez a Gát utca 24. Mennyire nehéz az önök munkája, tehát mire kell felkészülni nap, mint nap? Nem tartom én nehéznek ezt a munkát annyi, hogyha esetleg konfliktus alakul ki, kihívom a rendőrt esetleg, hogyha olyan. Általában egyébként segítőkészek, hiszen nem szeretnének a hatóságokkal bármilyen szinten konfrontálódni. Ugye személyi igazoltatási jogunk, jogkörünk nekünk nincs, és intézkedési jogunk sincsen, mi felszólíthatjuk arra, hogy hagyja el az ingatlant, különben rendőrt kell, hogy hívjak. Vannak befalazott lakásaink, itt nem jellemző egyébként, hogy itt kibontják,
Itt még nem volt bontás, amikor van rajta bontás, esetleg az történhetett, hogy vízfolyás volt bent, és akkor a szerelők mentek be, és akkor ki kellett bontani a lakást. Előfordult ilyen is. Nem jellemző ezen a környéken egyébként az, hogy kibontják a lakásokat, és a befalazott lakásokban megköltöznek. Mondom azért is, mert egy zárt lakóközösségről beszélünk, tehát igazából látják azt, hogy ki van bontva. Előfordult olyan, hogy ők szóltak, a lakók szóltak, hogy intézkedjünk, hogy csináljunk valamit, mert éjszakánként bejártak. Az nem egy befalazott ingatlan volt, hanem egy ajtóval ezért minden este felnyitották. Arra panaszkodtak a lakók, hogy éjszakánként idős hölgyekről beszélünk, félnek, mert kábítószeres egyének foglalják el mindig a lakást, ott lövik magukat, és ott élnek MSZM-edénynek. A lezárt önkormányzati lakásokra annyit kell tudni, hogy mindig van rajta egy ilyen blomba, tehát le van pecsételve, amit nem lehet leszedni csak tépéssel. Tehát, hogyha valaki bejut, akkor látszik, mert el van szakadva. Tehát igazából onnan tudjuk, hogy valószínűleg kinyitották ezt az ingatlant. Megérkeztünk a Kén utca 3-ba. A tapasztalatom alapján ez az egyik helyszín, ahol nagyobb a valószínűsége az önkényes lakásfoglalásnak. Többször előfordult már az, hogy a befalazott lakást is kibontották, és fel kellett szólítani őket, hogy hagyják el az ingatlant. Általában egyébként rendkívül készségesek ők is, tehát az itt lakók is nem szokott igazából probléma lenni a kommunikációval. Annyi, hogy az, hogy végrehajtják-e azt, amit ígérnek, vagy a kérést végrehajtják-e, ez egy más lapra tartozik. Általában van egyébként itt több önkényes lakásfoglalónk is lista alapján, és aki ellen már elindult a jogi eljárás, ugye őket nem tudjuk addig, ami a jogi eljárásnak nem lehet őket kitenni. De ez szintén a lista tartalmazza, ezeket név szerint tartalmazza, hogy kik azok, akik a lakásokban laknak és önkényesként vannak már regisztrálva. Napi szinten ide mindenféleképpen ki kell járni, mert tényleg ez a környék az, ahol nagyobb a valószínűsége annak, hogy előfordul, hogy kibontják a befalazott, és akkor természetesen azonnal intézkedni kell. Általában az szokott működni, hogy még aznap kijönnek és visszafalazzák. 2011-esben is önkényes lakásfoglalónak van, aki ellen elindult már a jogi eljárás. Igazából annyit tudunk csinálni, ide jövünk, itt van-e még, nincs itt, természetesen zaklatja, nem zaklatjuk, mert teljesen fölösleges a jogi eljárás során, vagyis tisztázódni fog a körülmény, hogy lakhat-e, nem lakhat, ki kell költözni, vagy nem kell kiköltözni.